Marci a legidősebb gyermeke a Kopa házaspárnak, 7 éves kora óta vak. Már végzett politológia szakon, most pedig a pécsi jogi kar hallgatója. Érzékenyítő programokon vesz részt, színjátszó csoportban szerepel, ráadásul ő is írt egy novellát a Van élet ezután is című kötetben, a Döntés címmel. Az egyetlen fő gondolat az az benne, hogy bármi éri az embert, egyszerűen nem érdemes feladni. Mert mindig, ha tudjuk is, hogy van lejjebb, ugyanakkor azzal is mindig tisztában kell lenni, hogy ugyanúgy van feljebb is, vannak olyan pillanatok, amiért érdemes tovább menni ezen az úton, még ha nehezebb is. Dorottya is második osztályos volt, amikor karácsonyra teljesen elment a látása. Idén, szeptemberben új iskolában, a pécsi Koch Valéria iskola központban kezdte a 7. osztályt. Nagyon jól beilleszkedett, már barátságkarkötője is van. Az ő írása Levelek címen olvasható a novellás kötetben. A pozitív élethátér, ez mindenképpen fontos, mert meg is említem az írásomban, hogy mi ugye mindig is egy boldog család voltunk, pedig lett volna okunk a szomorkodásra, hiszen az idősebbik bátyám is pont vak, mint én. Azt hiszem a vége felé van ez benne az írásomban. Adrien felnőtt rehabilitációban dolgozik, látássérültekkel foglalkozik. Klubot vezet, ahová olyanok járnak, akik a közelmúltban veszítették el részben vagy teljesen a látásukat. Baranya, Tolna és Somogy megyéből kért fel fogyatékkal élőket, hogy osszák meg gondolataikat. A könyv borítója is egy látássérült klubtag festménye alapján készült. Bármilyen fogyatékossági területre gondolok, az egy nagyon nagy megküzdés, hogy valaha egészséges voltam, elvesztettem az egészséges mi voltamat, ezt meg kell gyászolni, és el kell fogadnom azt az embert, akivé váltam. És azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha össze tudnánk hozni ezeket az embereket, ha csak egy-egy írás erejéig is, hogy találkozhatnának egymással, hogy megismerhetnék egymás történeteit, hogy tudhatnák, hogy nincsenek egyedül. A család az ingyenes kötetet kórházi osztályokhoz, rehabilitációs intézetekhez, fogyatékossággal foglalkozó egyesületekhez, alapítványokhoz, könyvtárakhoz szeretné eljuttatni. A novella gyűjtemény elektronikusan és hangos könyvformájában is hozzáférhető lesz a közeljövőben.